A Diugratos Szakály Grand Prix sorozatának második állomásán veszünk részt itt Budapesten a Nemzeti Lovardában. Az amatőr Grand Prix győztesével, debreceni Évával beszélgetünk, aki talán egy újabb lovával, Cortezzel győzött. Hogy sikerült a verseny, hogyan értékeled a győzelmet? Ez volt az első Grand Prix győzelmünk a Cortezzel, ez az első szezonom a lóval. Úgyhogy nagyon örülök neki, nagyon jó formában volt a hétvégén, igazából az egész szezonban eddig, úgyhogy remélem, hogy kitart még ez a szezon végéig. Hány lóval készülsz mostanában, hol készülsz fel? Beszéljünk róla egy picit. Két lovam van, Sári Puszta hadnagy a másik, ő már régebb óta megvan, ő most egy picit nagyobb pályán versenyzett, de ő is ment a Grand Prix-ben, csak egy hiba, időhibával végeztünk. Cortez az, akivel idén kezdtem, egyébként Gödöllőn vannak a Vági díjlovas centrumban, úgyhogy ott készülök velük minden nap. És hogyha jól tudom, akkor az utolsó diugrató olimpikonunk Götler Virmos segíti a munkádat, és az ő lovaglása talán felelhető a te stílusodban is. Vele mióta készültök, hogyan készültök? Nem is tudom, nagyon régóta, tizen pár éve biztosan ő az edzőm, úgyhogy ő segíti minden nap a munkámat, illetve a lovakkal is sokat idomítunk, sokat edzünk, úgyhogy vele készülök nagyon-nagyon régóta, remélem még a jövőben is jó sokáig. Akkor beszéljünk egy picit a tervekről, a rövid távú, hosszú távú tervek, milyen céljaid vannak még a diuratásban? Egy országos bajnoki amatőr cím és a Grand Prix győzelmek sokasága, mit lehet még ezen felül elérni? Még azért elég sok minden van, idén még szeretnék menni. Remélem a Kecskeméti Grand Prix-re is el tudunk menni, aztán van egy országos bajnokság, a regionális döntő, úgyhogy ezeken az OB-n mindenképp az amatőr kategóriában. Aztán a jövő évet meglátjuk. Cortez még elég fiatal, 8 éves idén, úgyhogy remélem, hogy ő még tud nagyobb pályán is menni, de meglátjuk. Hadnagy megmarad, amíg tud versenyezni. Akkor az idén, gondolom, az országos bajnoki cím amatőr kategóriában lehet a cél, és akkor mondtad, hogy szeretnél feljebb is lépni, ott pedig mi mennyire és milyen célokkal? Ezt azért nehéz így megmondani. Cortez még fiatal, úgyhogy nem tudom, hogy mennyi van benne, mennyire tudunk összeszokni. Ugye én amatőr vagyok, két lovam van, ettől is függ, úgyhogy meglátjuk, nem tudom még pontosan. Az OB, amatőr OB az mindenképpen, aztán majd meglátjuk jövőre.